Elvileg a pornót abba hagytad, nem? Elvileg. Tehát akkor miért, mi lesz a produkció? Hát produkció az nem feltétlenül tartozik ehhez a névhez. Most ezen a néven írok, már lassan 5-6. Éve, és decemberben született egy kis könyvecske, ami ezen a néven fut. Úgyhogy ilyen szempontból nem érezzük kötelezve magunkat arra, hogy itt fölmarjuk a színpadot. Azt, hogy a Katalint megszerették és ismerték abban a bizonyos előző életében, de az ő személyisége és egyénisége átseng a civil életben, és ugyanúgy kíváncsiak rá az emberek, hogy mi van vele, mit csinál, és már maga az egy jelenség és egy show, ha ott van, ha jelen van, ha fotózkodhatnak vele, dedikálhatnak vele, illetve beszélgethetnek vele. A tervek a jövőre nézve? Mivel szeretnél foglalkozni? Az erotikával, vagy inkább a színi művészettel? Vagy inkább megmaradsz családanya? Hát igazából a civil szférát nyomom most. Se nem színészet, erotika is csak úgy kevéssé. Hát próbálom most pihentetni az óriási nagy népszerűséget, próbálok annyit dolgot elvállalni, amit még érdemes, ami senkinek nincs terhére. Tehát nem vállalom túl magam ilyen téren, és például a smink szakma, amiben most dolgozom. Lehet, hogy egyszer majd egy ilyen magyar film, mozifilmet úgy látok, hogy smink, Vad Kati. Az nagyon jó lenne, igen.